Fény és félsorompó is működik ennél a nyíregyházi vasúti átjárónál, mégis történt már itt baleset az elmúlt években. Mint ahogy az ilyen esetek 80%-a is olyan átkelőnél történik, ami valamilyen módon biztosítva van. A tavalyi év összegzése ráadásul különösen csúnyán mutat, 40%-kal több vasúti átjárós baleset történt az országban, mint 2020-ban, az akkori 62-vel szemben az elmúlt évben már 86. Ezekből 16 követelt emberéletet és mintegy 30 végződött súlyos vagy könnyű sérüléssel, a többi csak anyagi kára járt. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg, mozdonyvezetők azonban már igen. Mivel ezek a balesetek 100%-ban a közúti szereplők hibájából következnek be, a MÁV-ak közlekedési morál változását sürgeti. Különösen nagy veszélyben vannak azok az elsősorban fiatalok, akik fülhallgatóval és vagy kapucnival a fejükön akarnak átkelni. Nagyon-nagyon kérjük őket, hogy ne tegyék ezt, ne zárják ki egyik érzékszervüket a közlekedésben, mert hogy ezek a vonatok, ezek már egyre halkabban közlekednek, egyre halkabbak a járművek, a mozdonyok, a motorvonatok, a pályakorszerűsítésből adódóan a pálya is egyre halkabb, most majd ugye a téli időszak következtében egyre többször lesz havas a pálya, az még tompítja a hangot. Vegyük igénybe az összes érzékszervünket, és hát a gyalogosoknál mindenképp sajnos meg kell említeni a mozdonyvezetők tapasztalatát, hogy nagyon sokszor tudatosan felülbírálják a tiltást a gyalogosok, még nyugdíjasok is. A Kressz szerint mindig a vonatnak van elsőbsége, így már megközelíteni is csak fokozott óvatossággal, körültekintéssel szabad az átjárókat. A fehér jelzés nem szabad jelzés, csak akkor keljünk át, ha meggyőződtünk róla, hogy egyik irányból sem közeledik vonat, és biztonságosan el tudjuk hagyni az átjárót, torlódás esetén sem szorulunk be például két sorompó közé. Ott pedig ne menjünk át a síneken, ahol nincs kijelölt átjáró. A MÁV évente 60-70 helyszínen végez ellenőrzés vasúti átjáróban a rendőrséggel közösen, megyénkben tavaly 61 alkalommal került sor ilyenre. A tilos jelzést adó közúti vasúti átjárón áthajtáskor 3 esetben tapasztaltuk azt rögzített módon, tehát ott kamerafelvétel is volt róla, hogy szabálytalan mobiltelefon használat történt, ami nagyon-nagyon jellemző módon elveszi a figyelmet az átjárós balesetek tapasztalatainak. A biztonsági övbe kapcsolásának hiányát is több esetben tapasztalták a rendőrök, és hát szinte 90%-ban, 80%-ban meg lehetett állapítani szemrevételezéssel, hogy úgy hajtanak át az autósok az átjárókon, hogy nem néznek körül. Lelassít és mindkét irányba körbenéz a postás kocsi sofőrje, csak úgy kell át a két simpáron a nyíregyházi Lapály utcában lévő vasúti átjáróban. Itt sem fényjelzés, sem félsorompó nem működik, csupán egy András kereszt és egy stop tábla hívja fel a figyelmet a veszélyre. Hogy egy kereszteződés el legyen látva valamilyen biztosító berendezéssel, arról az illetékes kormányhivatal határoz, de a döntés meghozatalában a vasúttársaság és a közút is részt vesz. Idehaza több mint 5700 vasúti közúti útjáró található, amelyek mintegy 80%-a van valamilyen módon biztosítva. Megyénkben csupán 5 olyan átjáró van, ahol csak András kereszt figyelmezteti a síneket, keresztezőket, és 708 olyan, ami bármilyen módon biztosított. Balesetek egyébként bárhol, fő- és mellékvonalakon is előfordulhatnak. A legjelentősebb halálos áldozattal járó tavaly épp a megyében Újfehértón történt. Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen kívül 6 vasúti közúti útátjárós baleset volt, 3 csak anyagi kárral, 1 könnyű, 2 pedig súlyos sérüléssel végződött.